Folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en, jön a szokásos európai koronavírus körkép, előtte nézzük meg a friss adatokat a világból, itt láthatják mellettem ezeket. A fertőzöttek száma több mint 158 millió 600 ezer, itt láthatják a pontos számot. Meggyógyultak nagyjából 94 millió 600 ezeren, az elhunytak száma pedig sajnos közelít a 3 millió 300 ezerhez. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. És akkor most jövünk vissza Európába. Ma Belgiumból, Olaszországból és Spanyolországból kapcsoljuk tudósítóinkat, akiknek jó reggelt kívánok, és akkor Belgiummal kezdünk. Ott ma délelőtt ismét összeül az a bizottság, amely a járvány ellenes lépésekről dönt. A részletekért kapcsolunk Baracka Eszterhez Brüsszelbe. Eszter, ugye szombaton kinyithattak már a teraszok, például számítani lehet-e további enyhítésekre? Jó reggelt kívánok, mindenki ebben bízik, de biztosak nem lehetünk benne. Belgiumban ugyanis két fontos alapfeltétele van minden enyhítő intézkedések. Az egyik az, hogy hány embert ápolnak intenzív osztályon, a másik pedig az átoltottság mértéke. Az a cél, hogy akkor legyen igazi nyitás, hogyha maximum 500-an fekszenek az intenzív ágyakon a koronavírusos betegek közül. Jelen pillanatban ez a szám 700, tehát ezzel még nem lehetnek maradéktalanul elégedettek. És az átoltottság is nagyon javul, hiszen a múlt héten rekordot döntöttek meg itt Belgiumban, 680.660 adagot adtak be, és ezt tulajdonképpen folytatnák ezt a lendületet, de most bizonytalanság övezi a helyzetet, hiszen nem lehet tudni, hogy az AstraZeneca szállítmánya, a következő szállítmány, illetve a következő Pfizer szállítmány pontosan megérkezik-e. Ezért aztán óvatosak a döntéshozók is, és nagy valószínűséggel csak enyhe nyitásra számíthatunk, és azt sem lehet tudni, hogy pontosan mikor. Ami várható, hogy megnő az úgynevezett beltéri buborék júniustól, ez azt jelenti, hogy eddig valaki két embert fogadhatott a saját lakásában vendégként, ez négyre nőhetne júniustól, de ők is csak egy háztartásból érkezhetnek. Azután kinyitnának júniustól a tervek szerint, és hogyha a helyzet úgy alakul, az éttermek, kávézók, kocsmák belső helységei is, de csak nagyon szigorú szabályozás mellett, és továbbra is maradna viszont még az otthoni munkavégzés, ezt ajánlják és várják el mindenkitől. Kivételes esetben ettől el lehetne térni, de csak heti egy alkalommal, és ebben az esetben is csak a munkavállalók fele jelenhet meg egy azonos munkahelyen. Az óvatosság egyébként azért is indokolt, mert a terasznyitás a hétvégén sokakat szó szerint megrészegített, a rendőröknek ismét vízágyukkal és könnygázzal kellett eloszlatni a tömeget, az emberek egyszerűen nem akartak hazamenni éjfél után, illetve a vendéglők zárásakor, és a tegnapi hírek szerint még hétfőn is több mint egy tucat embert ápoltak kórházban alkoholmérgezéssel. A nyitás vagy annak lehetősége ugye egyfelől jó hír, viszont ami rossz hír, hogy Belgiumban is megjelent az indiai mutáns vírustörzs, és már haláleset is kapcsolódik hozzá. Mit lehet tudni a részletekről? Az indiai mutáns törzs már tulajdonképpen április vége óta itt van az országban. Indiai diákok hozták be, akik Párizson keresztül érkeztek Belgiumba, ápolónak tanulnak, és itt végzik a gyakorlatukat. De most már rajtuk kívül őket nagyon szigorúan elszigetelték. Brüsszelben és Antwerpen mellett is megjelent ez a rendkívül fertőzőnek mondott mutáns törzs. Brüsszeli régióban 5 esetet azonosítottak eddig, ebből 3 valamilyen módon köthető indiai utazáshoz, valamennyien 50 évnél fiatalabbak és nagyon szigorú karanténban vannak, nincsenek beoltva egyikük sem. Antwerpen mellett pedig egy idős otthonban 19 indiai mutáns esetet detektáltak, egy idős férfi halt meg közülük, és ezt a helyet azért övezi kiemelt figyelem, mert ennek az idős otthonnak a lakói kivétel nélkül be voltak oltva, és ennek ellenére elkapták a vírust, és ugye egy idős férfi ennek ellenére meghalt közülük. Az oltási munkacsoport szóvivője ennek ellenére úgy fogalmazott, hogy az indiai mutáns ellen is védenek az oltások, a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák, hiszen hogyha ez nem lett volna, és nem lettek volna beoltva az idős otthon lakói, akkor a járvány futótűzként terjedt volna közöttük. De azt mondják a szakértők egyébként, hogy valószínűleg ennél jóval nagyobb az aránya az indiai mutáns jelenlétének Belgiumban, hiszen a pozitív teszteknek mindössze 5-10%-án végeznek el genetikai vizsgálatot.
Jó és rossz hírek tehát Belgiumból, és akkor megyünk tovább Olaszországba. Ott a lakosságnak még a 30%-a sem kapott első adagot az oltásból, és ismét akadozik az oltóanyagellátás. Jó hírnek számít viszont, hogy már egyetlen tartomány sem számít vörös zónának. Rómából Sárközi Júlia jelentkezik. Nos, Júlia, ugye Olaszországban május 15-től tervezik a turista szezon megnyitását, vagy elindítását, viszont az oltások beadása tovább sem problémamentes. Mi a helyzet jelenleg? Jó reggelt kívánok! A 60 milliós Olaszországban valamivel több mint 24 millió olaszt oltottak be, eddig több mint 7 millióan részesültek második adagban. Olaszország fel akarta gyorsítani a vakcinázást is, itt is az volt a terv, hogy naponta 500 000 embert tudnak majd védőoltásban részesíteni, de sajnos megakadt a program, éppen a szállítmányok késése, beláthatatlansága miatt a Pfizer vakcina elfogyott májusra, és a következő szállítmányok időpontja még nem ismert, talán júniusban érkeznek, de ugyanez a helyzet az összes többi védő oltóanyaggal. A tartományoknak ezen a héten kellett volna elkezdenie az 50 éves korosztálynak a beoltását. Itt nincsen országos vakcinázási program, minden tartomány a maga ütemét, a maga prioritásait követi. Lombardia tartományban ez már elkezdődött, amely a legnépesebb olasz régió. Itt pedig a Róma környéki Lációban már az 53-54 évesekhez érkeztünk, majd hirtelen leállt az oltás. Ugyanez a helyzet például a déli Nápolyban, ahol két nagy sátorkomplexumot, két nagy oltóközpontot le kellett zárni, mivel elfogyott a vakcina, és egészen szerdáig nem tudják folytatni az oltást. Pedig most már az olaszokban egyre nagyobb az oltási kedv, hiszen közeledik az említett május 15-i dátum, amikor megpróbálják megnyitni az országot, legalábbis a turisták előtt. Itt a probléma az, hogy miközben a két oltással bíró külföldieket, Európai Uniós látogatókat várják, közben az olaszok nincsenek teljesen átoltva, beoltva, nagyon lassan halad a vakcinázás. Ugye november óta először most már egyetlen régió sem számít vörös zónának. Milyen korlátozásokat oldottak fel eddig? Olaszország teljes egésze, az olasz csizma teljes egésze sárga színű, és valóban ősz volt ez az első alkalom, hogy nincsen lezárt, teljesen lezárt vörös zóna, amely azért nagy megkönnyebbülést jelent, hiszen egy hónappal ezelőtt még nem ez volt a helyzet Olaszországban. Október óta először most történt az meg, hogy egy nap 10 000 alá süllyedt a regisztrált betegeknek a száma, 200 alatt volt a napi halottak száma. A halottak száma így is nagyon magas, Olaszországban túllépte a 123 000-es küszöböt. Olaszország a nyári időszakra készül minden erejével. Újra nyitottak most már ez a második hét a teraszok, a vendéglátás csak szabadtéren működik, újra nyitottak a múzeumok, de azért még nincsen teljes szabadság. Az egészségügyi államtitkár bejelentette, hogy amikor elérik a 30 milliós beoltottsági számot, akkor talán már nem lesz kötelező a szájmaszk viselés, de az egészségügyi miniszter rögtön figyelmeztetett, hogy ez egyáltalán nincsen tervbe véve. Ami a kijárási tilalmat illeti, az továbbra is este 10 órától reggel 5 óráig tart. Itt is egyes politikai pártok és a közvélemény nagy része oldást sürget, toljuk este 11 órára, éjfélre, vagy teljesen törüljük el, de itt is az olasz egészségügyi hatóságok nagyon óvatosan próbálják a korlátozásokat feloldani, arra figyelmeztetve, hogy tavaly is májusban történt a korlátozások oldása, de akkor két hónapos teljes országos zárlatot követett. A teljes szabadság most viszont a fokozatos nyitás tűnik megoldásnak. Május 15-től várják akár a magyar turistákat is Olaszországba, annak nem kell tesztelni, és nincsen karantén kötelezettség, ki bizonyítani tudja a kétszeres oltást, igazolása van arról, hogy az utóbbi fél évben meggyógyult a betegségből, vagy pedig az érkezés előtt 48 órával készített negatív tesztet fog felmutatni. Most ezen a hétvégén fognak megnyitni az olasz strandok, nyárias az idő, tehát Olaszország a nyári hónapokra készül, abban reménykedve, hogy a vakcina szállítmányok is gyorsan megérkeznek, és akkor a vakcinázást tudja párhuzamosan követni az idegenforgalmi szezon megnyitását.
Ezek voltak tehát a legfontosabbak Olaszországból, és akkor megyünk tovább Spanyolországba. Ott a hétvégén hatalmas tömegek ünnepelték az utcákon a járvány miatt fél éve bevezetett szükségállapot megszűnését. Két napja már újból szabadon lehet utazni a tartományok között, és az ország nagy részében eltörölték az éjszakai kijárási tilalmat is. A korlátozások azonban nem tűntek el teljesen, a járványügyi szakértők pedig tartanak a hétvégi mulatozás káros következményeitől. Fehér Krisztinát kapcsoljuk Madridból. Krisztina, mi történt pontosan a hétvégén az utcákon, és miért, pontosan miért aggódnak az egészségügyi szakemberek? Köszöntök mindenkit! Itt Madridban szombat éjjel olyan óriási örömünnep tört ki, amire utoljára a koronavírus járvány előtt volt példa, mintha legalábbis világbajnokságot nyert volna valamelyik spanyol nemzeti válogatott. A legtöbb nagyvárosban tömegek lepték el az utcákat, főként fiatalok, akik egymás nyakába borultak, táncoltak, énekeltek és boldogan kiabálták világgá, hogy újra szabadok lettek. Az emberek úgy ünnepeltek, mintha nem is a szükségállapotnak, hanem az egész járványnak lenne hirtelen vége. Rengetegen dobták le a maszkokat, noha továbbra is kötelező viselni. A rendőrök itt Madridban és más városokban is beavatkoztak, oszlatták a tömeget, és több száz ember ellen tettek feljelentést, de leginkább a köztéri alkoholfogyasztás miatt, ami a járványtól függetlenül is tilos. Fernando Simón, a tájékoztatásért felelős spanyol járványügyi vezető tegnap részben magát okolta a kialakult helyzetért. Azt mondta, hogy ugyan mindig vannak észszerűtlenül cselekvő csoportok, de ezen kívül úgy tűnik, hogy nem ért célba az általa közvetített üzenet sem az elővigyázatosság fenntartásáról és az egyéni felelősség fontosságáról. Emlékeztetett arra, hogy az ország nagyon megszenvedte a járványt, több mint 78 ezerrel, és a kórházak intenzív osztályai még most is több mint 2000 ember életéért küzdenek az orvosok. A szakember szerint még múlt pénteken biztosnak tűnt, hogy fennmarad a jelenleg egyre fertőzési arány, most viszont épp a hétvégi tömegjelenetek miatt megjósolhatatlan a folytatás, és csak bízni tud abban, hogy nem indul majd be egy újabb járványhullám, amihez arra is szükség van, hogy ne ismétlődjenek meg mostantól minden hétvégén ezek az események. Egyébként a szükségállapot feloldásával mi változott? Mit szabad és mit nem szabad az embereknek megtenniük? A legnagyobb változás, hogy újra szabadon lehet utazni az országon belül a tartományok között, vagyis már nem kell igazolást bemutatni az utazás céljáról, ha ezt kérik a rendőrök például egy közúti igazoltatásnál, vagy akár egy vasútállomáson. Az elmúlt két napban még nem indultak útnak tömegek, hogy meglátogassák rég nem látott szeretteiket, vagy pihenjenek a tengerpartokon, de már sokan kezdték el tervezni a különböző belföldi utazásokat. Nekik arra is fel kell készülniük, hogy a részletszabályok nagyban különböznek az ország egyes területein, lényegében ahány tartomány van, annyiféle a megoldás erre a helyzetre. Például aki Madridból Valenciába készül, annak észben kell tartania, hogy ott érvényben maradt az éjszakai kijárási tilalom, és ugyanez a helyzet a Balear-szigeteken is. Mindenhol vezettek be létszám és nyitvatartási korlátozást a vendéglátásban, a kiskereskedelemben, a sport és kulturális intézményeknél, de ezek számai is teljesen eltérőek az egyes területeken. Például Baszkföldön este 10 óráig lehetnek nyitva az éttermek, de Asztúriában már hajnali 1-ig. Vagy Kantábriában csak a teraszokat lehet működtetni, míg Aragonban a belső helységekben akár 10 ember is ülhet egy asztalnál. A tartományi autonóm kormányok nehezményezik azt, hogy a szabad mozgás korlátozására nincs megfelelő eszközük a szükségállapot megszűnésével, ehhez ugyanis a bíróságnak felhatalmazást kell adni. Csak hogy az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy eltérően ítélnek a bírák az egyes régiókban, mert például sem Baszkföldön, sem a Kanári-szigeteken nem hagyták jóvá az éjszakai kijárási tilalom folytatását. A szigetek kormánya tegnap jelentette be, hogy ezért a legfelsőbb bíróságnál fellebbez. Az ítélet pedig azért lesz rendkívül fontos, mert precedenst teremthet a többi tartomány esetében is, vagyis ha a Kanári-szigeteken engedélyezik a kijárási tilalom fenntartását, akkor ettől kezdve a bíróságok várhatóan máshol is jóvá hagyják majd.
Ezek voltak a legfrissebbek Spanyolországból, és végére is értünk az európai koronavírus körképnek. Fehér Krisztinának, továbbá Belgiumból Barack Eszternek és Olaszországból Sárközi Júliának köszönjük szépen.